A hagyományoktól eltérően idén 5 helyszín helyett a felvonulás csak 3 helyen állt meg a rossz időjárás miatt. A Böcskei Néptánc Egyesület tagjai 4 korcsoportban mutatták be táncaikat. A kis csoportunk az mezőségi táncokat táncol, a háromnegyedes csoportunk a kedvenc táncokat, a moldvait, ők ezt nagyon szeretik, az ifjúsági csoportunk jobbágytelkivel készült, a felnőtt csoportunk pedig somogyi eszközös táncokat mutat be. Az előadott táncok között voltak régebbi, az idei születinapra felfrissített koreográfiák, illetve új táncok is. A felvonás hagyományos szereplője a bíró és a bíróné, akiket minden évben a falu választ. Azért lettünk mi idén a bíró és a bíróné, mert idén volt az eljegyzésünk, és az a hagyomány, hogy mindig az a pár a bíró és a bíróné a felvonuláson, akinek legközelebb volt az eljegyzés a születiben időpontjához. A bírói párnak különleges feladata nem volt a születi napon. Baranya István, az idei bíró azonban tréfásan megjegyezte, hogyha valaki megpróbálja ellopni a koronát, és el is tudják kapni az illetőt, bizony kiszabja rá a méltó büntetést. A régebbi időszakban akkor a bírónak és a bírónének az volt a feladata, hogyha a szőlőt, amit a koronavivők visznek, hogyha abból próbáltak lopni, vagy esetleg az egész koronát megpróbálták ellopni, akkor a bírónak volt a feladata a büntetésnek a kiszabása. A néptáncosok műsora alatt a nézőket süteménnyel, megyborral és üdítővel kínáltak. A felvonulás végén mindenkit meginvitáltak egy közös táncra. Akiknek megmaradt estére és a táncos kedve, záróbálban folytathatta a mulatságot.